Egy örmény lány tart Kolozsvár vagy Marosvásárhely felé autóstoppal. Porosz vér is van benne. Már a radnóti elágazáshoz közelednek, amikor szeme sarkából figyelni kezdi utitársát. A hőerőmű is elmarad mögöttük, és csak ekkor ébred rá az örmény lány, hogy hiszen akivel utazik, az Dürer Albrecht. Olyan ábrázatot ölt, mint aki nyizsni novgorodból jön, de a lány felismeri. Ajtósi Dürer, Ajtósi Dürer, értem jöttél? Dürer arcát eltakarja a folyó. Fűrjek építenek rá fészket, tenyere megtelik mohával, szája szaggatott örmény szavakkal. De a lány nem érti már az anyanyelvét. Egy novemberi éjszakán, házkutatástól tartva, a folyóba dobtam egy magnószalagot. A te hangod volt rajta hiszen tudod, melyik szalag lehetett ez. Azon túl még jó ideig, valahányszor átmentem azon a szamos hídon, mindig téged hallottalak a vízből. Jani Csár vagyok. Erdélyben születtem a Republici utcába. Anyám leánykori neve Mária. Négy éves volt, amikor elraboltak. Drinápolyban vásárolt meg egy aga tőle egy békhez, majd egy pasa kíséretébe kerültem. Sztambulban élek. Értek a durvázáshoz, tudok kardot forgatni, gyújtogatni, csecsopót lándzsával átdöfni, asszonyállaton erőszakot tenni. Foglalkozásom Janicsár. Vallásom, nemzetiségem Janicsár. Ej, hajja tagánom. Néha ellátogatok szülővárosomba, a messzi erdélybe. Ilyenkor kardélre hányom apámat, öcsémet, nagybátyámat. A képen elérhető a családból. Rokonaim hadonásznak, a nők sivalkodnak, verik a rikácsot, de én nem puházok. Anyámon, hugomon, szeretek Janicsárnak lenni, erőszakot teszek. Aztán elhajtom őket a rabszolgapiacra, Drinápolyba. Miután újra meg újra felgyújtom szülőházam és szülővárosom. Medárd és Szent Iván között van egyetlen egy pillanat, amikor átfut a bőr alatt egy csillagközi légvonat. A fűből béka nézre Medárd és Szent Iván között. Léghúzat. Mi lehetne más? Alszik a vízesés a vízben, alszik a kés a vízesésben, alszik a szívben a vérnyomás, és cseppkő var neked főkötőt, csipkéi közt olvashatod a múlt, s az eljövő időt.